A játék gyakorlatilag bűvészekről szól, és az a célja a játékosoknak, hogy ők legyenek a legnépszerűbbek a városban. Szeretnék megszerezni a Trickerion követ, ami a játéknak a névadó különlegessége is. Trickerion. Legends of Illusion. Now on Kickstarter. Mi a közösségi finanszírozás mellett döntöttünk, ami egyébként egyre inkább bevett üzleti modell a társas játékok esetében, és azon belül is a Kickstarter nevű platform mellett döntöttünk. Hát ehhez kellett egy amerikai ismerős, akin keresztül ezt az egészet létre lehetett hozni, hiszen magyar cégként, magyar magánszemélyként nem lehet a Kickstarter-en elindulni. Hál' Istennek a képzelésünket felülmúló siker lett ez a Kickstarter-en tulajdonképpen. Összesen 285 ezer dollárt sikerült összeszednünk. Egy társasjátéknál igazából a felmerülő költségek az gyakorlatilag a grafikák, tehát a grafikai munkáknak a költségei, illetve hát nyilvánvalóan a gyártás és a szállítás. A legnagyobb ezek közül a gyártás, tehát ez most gyakorlatilag ennek az összegnek, amit összegyűjtöttünk, a jó egyharmada el fog menni a gyártás megszervezésére. Ezen felül még meg kell szervezni a szállítást, illetve tehát a tengeri szállítást, és a külön-külön a támogatóknak egyesével a játék kiszállítását is, ez csak a két lépcsőben fog zajlani. A játékot mi ketten indítottuk el a Viktorra, még illusztrátorokkal dolgozunk együtt, akik szintén ilyen alapon szálltak be gyakorlatilag a játék tervezésébe, hogy szívesen csinálták, és gyakorlatilag sikerdíjas alapon állapodtunk meg velük, hogy ha összejön, akkor ilyen formában tudunk majd fizetni. It's gorgeous. Let's just get that out of the way, although that was pretty, hopefully obvious. I mean, even though this is a prototype, this looks much, much better. A Kickstarter-en $49 volt az alapverziója a játéknak, és $59 az úgynevezett deluxe verzió, amit egyébként csak a Kickstarter-en lehetett megszerezni. Ez olyan $70-ra fog ez a deluxe verzió valószínűleg kijönni a Kickstarter után, tehát a végső értékesítésben majd. Adózási szempontból az a helyzet, hogy attól függ, hogy mennyi pénz marad ugye a projektben, de további összeget is szeretnénk további projektekbe visszaforgatni, tehát ilyen szempontból, mivel a nagy részét költségben el tudjuk költeni, azért nem lesz így különösen magas az adó. Kint Amerikában a sales tax is relatív alacsony, mondjuk a hazai viszonylathoz képest. Ez ami nehezíti egyébként az itthoni eladást, tehát pont abból fakadóan, hogy alacsonyabb az elfogadott végfogyasztó jár, mint külföldön, és annak magasabb is az áfa tartalma. Az meg más kérdés, hogy ugye jelenleg nekünk itthon még nincsen meg a lába a vállalkozásunknak, tehát hogy ilyen szempontból mi még nagyon messze is vagyunk a pénzünktől, most így kifejezetten arra koncentrálunk, hogy kiszolgáljuk ezt a projektet, aztán meglátjuk, hogy abból például mi hogyan kaphatunk úgymond egyszer fizetést, hiszen nyilván a munkánknak van egy ilyen fajta, vagy kell, hogy legyen egy ilyen fajta értékoldala is.